Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Kalocsi Televízió híradóját látják 2019. február 26-án este 7:30-tól. A kommunista diktatúra emléknapja Kalocsán, virágokkal és mécsesekkel tisztelettek az áldozatok emléke előtt. Átadták a kiskunhalasi börtön 472 fő befogadására alkalmas az új intézmény. Kardinális változások, életbe lépett az új földtörvény. 100 milliókra becsülik a kommunista diktatúra halálos áldozatainak számát a világon, hazánkban is százezrek vesztették életüket. Február 25-én rájuk emlékezünk 2001 óta. Orvosúgomat innen küldte Szálasi a halálba. Most Rákosi tart itt. Egy a csürhe, a porkoláb is azonos. Se baj, mert megalázni engem így társaságban nem lehet. Pofozhatnak, és én fejemben tovább csinálom a versemet. Faludi György gondolatait idézte fel Póli Róbert a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmában rendezett városi ünnepségen, ahol a diktatúra több százezer magyar áldozatának emléke előtt tisztelegtek a jelenlévők. A megemlékezés igazi célja, tehát nem csak a múltra való emlékezés. Tisztelet az áldozatoknak, becsület a túlélőknek, de az igazi cél a jövőnk, az új generáció. A megismert, átadott múlt, annak hibáira való rámutás adhat olyan erkölcsi tartást a fiataloknak, hogy ne lehessenek, ne legyenek kiszolgálói vagy bábjai semmilyen elnyomó rendszernek. Így viselhetik fel, és érthetik meg, hogy a cél nem szentesítheti az eszközt, nem lehet jó egyetlen cél sem, amihez embertelen és erkölcstelen út vezet. Török Ferenc emlékező beszéde után a rendszer áldozatainak tiszteletére a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait és mécseseit az 56-os emlékkőnél. Hivatalosan is átadták, így megkezdte működését az új kiskunhalasi börtön. Az intézmény 472 fő befogadására alkalmas, ahol az elítéltek elhelyezése az európai börtönnormáknak is minden tekintetben megfelel. Kevesebb mint 5 hónap alatt készült el a Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet, amelyet nemrégiben adtak át hivatalosan. Az új börtön a korábbi menekült ügyi őrzött befogadó központ átalakításával valósult meg, mely építkezésben nagy szerepet játszottak a rabok. Az épületek külső és belső átalakításában ugyanis olyan elítéltek vettek részt, akik a munkálatok elvégzéséhez szükséges szakképesítést és a gyakorlati tapasztalatokat már a börtönben szerezték meg. Így a kivitelezés egy része a bontás, a kőműves és a villanyszerelő munkák, a kerítés építés, valamint a börtön felszerelése, úgy mint a zárka ajtók, a rácsok, a kilátásgátlók, a zárka szekrények és az ágyak gyártása a Büntetés Végrehajtás Gazdasági Társaságánál foglalkoztatott, illetve területre áthelyezett fogva tartottak munkáltatásával valósult meg. Miniszter úr, jelentem, a Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet elkészült, a feladatot végrehajtottuk. Így adta át dr. Tóth Tamás vezérőrnagy, az Országos Büntetés Végrehajtási Szervezet parancsnoka az új épületet a hivatalos ünnepségen. Az eseményen közreműködött Pintér Sándor belügyminiszter is, aki beszédében kiemelte, az új 472 fő befogadására alkalmas börtönben az elítéltek elhelyezése az európai börtön normáknak is minden tekintetben megfelel. A Kiskunhalasi Büntetés Végrehajtási Intézet már más minőséget jelent. Itt, ahogy parancsnok úr mondta, 472 új korszerű, nemzetközi sztendernek megfelelő, munkatartást biztosító és munkavégzést biztosító helyet adtunk át. Ugyanis a kivitelezés egyik fontos eleme volt az elítéltek munkáltatását biztosító szabászat és varoda, illetve a szükséges raktározási igények infrastruktúrájának megteremtése. Annak érdekében, hogy az új börtön megnyitását követően megkezdődhessen a tényleges munka, a szükséges létszámú személy állománnyal tavaly október elején toborzó iroda kezdte meg a működését Kiskunhalason. A toborzás eredményeként február elejéig 116 új kollégával bővült a személyi állomány. Január 11-én lépett életbe az új földtörvény. Ennek értelmében megváltoztak az elővásárlásra vonatkozó szabályok, mely mellett az elfogadó nyilatkozatok is szigorodtak. A jövőben ezek betartását ellenőrizni is fogják a hatóságok.
Az új esztendő ismételten új szabályokat hozott magával, melyek leginkább a gazdákat, a gazdálkodással foglalkozókat érintik. Január első napjaival ugyanis kardinális változások léptek életbe a földforgalmi törvényben, mellyel a jogalkotók a kertészeti tevékenységet végzőket, a vetőmag előállítókat és a helyben lakó szomszédokat kívánta kedvezőbb helyzetbe hozni. Rengeteg változás van. Én amit kiemelnék leginkább az, hogy az elővásárlási jog gyakorlása tekintetében léptek módosító javaslatok, illetve elfogadott törvényjavaslat életben. Itt ez érintette egyrészt egy fogalomnak a kidolgozását, átdolgozását, ez a helyben lakó szomszédnak a fogalma, aki elővásárlási jog ranghelyén előlépett tulajdonképpen, illetve rangsorban első helyre került bizonyos földek megszerzése tekintetében. Ugyanis a jövőben helyben lakó szomszédnak minősül az is, aki a föld fekvése szerinti szomszédos településen élő földműves, és akinek a tulajdonában vagy használatában lévő föld szomszédos a szerződés tárgyát képző földdel. Mindemellett a nyilatkozatok is jelentősen szigorodtak. Különböző elfogadó nyilatkozatok, például elővásárlási jog tekintetében az alaki kellékek szigorodtak, és a formai szempontokat a jövőben vizsgálni fogják még erőteljesebben. A jóváhagyás szempontjai tekintetében a fellebezés lehetősége megszűnik. A megyei kormányhivatal lesz, aki jóváhagyja és záradékolja az adásvételi szerződéseket, tehát ő dönt amellett, hogy támogatja vagy nem, a helyi földbizottság ajánlását figyelembe véve. Közigazgatási bíróságnak a jogköre, illetve a jogorvoslati lehetőség pedig csak arra szűkült, hogy eljárási szabálysértés esetén az egész folyamatot visszadobhatja oda a kezdeti szakaszra, ahol esetlegesen ez a hiba feltárható volt. De a jóváhagyás szempontjai közt is sok új elem jelent meg. A jogi szakértő véleménye szerint az új változások, bár szükségesek voltak, alkalmazásuk nehézségeket okozhatnak a gazdáknak. Én azt gondolom, hogy itt tényleg a gyakorlat fogja, mint egyébként nagyon sok jogi kérdésben kimunkálni azt, hogy mit is érthetünk az alatt, hogy nehézség vagy nem nehézség. Egy biztos, és ezt a törvényjavaslatot előterjesztő Györfi Balázsnak, tehát az Agrárgazdasági Kamarának az elnöke is elismerte egy interjújában, miszerint várható az eljárási határidőknek például a meghosszabbítása a tekintetben, hogy mondjuk egy adott döntést támadnak közigazgatási bíróság előtt, eljárás hangsúlyozva, vagy eljárás jogi szabálysértésre tekintettel, és ezt megállapítja a bíróság, akkor gyakorlatilag ugye a folyamat újra kezdődik. A jogi üzletág vezető azt tanácsolja az esetleges félreértések elkerülését megelőzendő, a gazdák figyelmesen tekintsék át a megváltozott törvényt. Az új szabályokat a 2019. január 11-ét követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni. A bátyaiak után most hétvégén a kalocsai horvátok szervezésében rendeztek bátmeszesen. Az eseményre az ország számos településéről és külföldről is érkeztek vendégek. Kolóigra, Tamburice Svira. Énekelték közösen a fellépők és a vendégek a bunyavácok himnuszaként ismert dalt a szombati bál nyitányaként. A kalocsai horvát önkormányzat által szervezett eseményre, a lakomacra az idén közel 200-an voltak kíváncsiak. Ez egy régi bátyai szokás a lakomac, a magyarul torkos csütörtök, rászorvátó lakomac. Ezt valamikor a farsang vasárnap előtti csütörtökön szokták megrendezni bátyán, az ilyen spontán rendezvény volt, és azt gondoltuk, hogy ezt a szokást fogjuk felújítani. Első alkalommal valóban azon a napon csütörtökön is volt, ez 2007-ben volt, de aztán praktikusabbnak bizonyult annak, hogy hétvégén szervezzük meg, mert ugye a munkanapok miatt már nem lehet úgy megrendezni, mint régebben szokták. A Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye tavaly költözött ki a Meszesi Dunapartra, és úgy tűnik az új helyszín nagy sikert aratott a vendégek körében. A szervezők természetesen a különleges környezet biztosítása mellett ezúttal is igyekeztek mindent megtenni a színvonalas kikapcsolódás érdekében. Mai este ez kifejezetten rác este lesz, mert a dusnoki táncsoport, dusnoki gyerekek lépnek föl, a kalocsai Ruzsica asszonykórus lép föl, és ugye a dusnoki Zabavna Industria zenekar, tehát ez valóban akkor egy ilyen rác-horvát rendezvényünk lesz teljes egészében a műsorral együtt. A lakomacra az ország különböző településeiről, Bajáról, Dusnokról, Bátyáról, Tökörről, Elcsiből és a határon túlról is érkeztek vendégek, és ropták együtt a helyiekkel egészen hajnalig. Thank you.
Webshopot működtet, divatos kollekciót készített és új piacon terít a kalocsai porcelán manufaktúra. A változás szele már tavaly is több újdonságot hozott a cég működésében, és a tervek szerint idén tovább folytatja a fejlődést a vállalkozás. Egymás mellett sorakoznak a kalocsai porcelán manufaktúra bemutató boltjában a szebbnél szebb készletek. Nagy a kínálat, de sajnos egyre kevesebb a kereslet. Csökken a turisták száma, és már a kalocsai motívum divat hulláma is alább hagyott. Ezt tapasztalják nap, mint nap a kalocsai porcelán manufaktúrában, ezért is érezte a változás szükségességét a cég vezetése. Ennek eredménye volt először, hogy a kézi festés háttérbe szorult. A bérek és egyéb változások miatt nem tudunk versenyezni mindenben. Van egy érdekeltség, amikor magas kategóriájuk kézifestett emberek után éreklődnek, de a 15-20 embert nem tud eltartani. Így megnéztük azokat a lehetőségeket, hogy milyen dekorral és milyen fehéráróval tudunk tovább menni az év folyamán. A cég több partnerrel bérmunkára szerződött, ezen kívül pedig problémát okozott még, hogy a korábbi piac leszűkült. Több ajándékbolt, amikkel kapcsolatban volt, bezárt, így mindenféleképp új területek felé kellett nyitni. Ezért is volt szükséges a webshop létrehozása és működtetése. Magyarországon Budapest a legnagyobb vásárlónk. A reptéren, a Bazilikában, a Hiltonban, a Minisztériumban, a Külügyminisztériumban, majd a Minisztériumban bent vagyunk és szállítunk. Nagyon városokban, Debrecen, Békés Csaba, Miskolc, Győrbe szállítunk, de a jelenlegi turizmusban azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy ezek a boltok is nem tízesével rendelnek, hanem inkább az 1-2-1-2 a Tottóhoz hasonlóan van a rendelésük, hiszen a piacuk nekik is így változik. A tavalyi év folyamán új színes kollekciót dobott piacra a manufaktúra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók inkább a használati tárgyakat viszik, és a dísztárgyak háttérbe szorultak. Azt látjuk, hogy a csészét, a böglét, ami valamilyen konyhába funkcióval bír, azokat még megvásárolják, esetleg néhány folióra is hasonló, de az olyan állítányat, amit csak arok veszek és viszek, azt már nem. Tehát csak a kalocsai mintáért vagy a színességért nem vásárolják. A cég optimista a jövőt illetően, hiszen az igényes portéka mindig eladható, csak meg kell találni hozzá a megfelelő piacot, illetve a szakemberek bizakodnak azzal kapcsolatban is, hogy talán a turizmus lassan fellendül Kalocsán és az országban egyaránt. A kalocsai földönfutók szervezésében ismét volt farsangi futás Kalocsán. Más településről is érkeztek futók, hogy megtegyenek egy városkört. Szombaton délelőtt a hideg széllel is dacoltak a farsangi futás résztvevői. Közel 30-an öltöztek színes, vicces jelmezekbe, hogy ezzel is népszerűsítsék az oly közkedvelt mozgásformát. Remélem, hogy el tudjuk űzni a telet. Ugye most lesz a 6.-7. farsangi futásunk, ma írta, nem is tudom pontosan, hogy hanyadik. Megint gyülekezünk szép számmal, és már megjött a tél is, tehát széllel, meg hideggel, fagy volt reggel, és hát így legalább van mit elűzni, mert most a 10 fok meleg lenne, mit űznénk. De reméljük, hogy sikerülni fog. Most is voltak, akik nem futva, hanem biciklivel, vagy éppen rollerrel vágtak neki a távnak. Az alaptáv az egy ilyen 8 kilométer, egy városkört futunk, ezt is igazából azért, mert tehát van rá igénye, többségnek igénye van rá, hogy egy rosszabb távot fussunk, de ha valaki nem szeretne ennyit, akkor van egy 2 kilométeres kisebb kör, és egy olyan durván egy olyan 3-4 kilométeres, ami ilyen közepes. Molnár Peti találta ki olyan 6-7 évvel ezelőtt, hogy fussunk egy farsankor is. Egyet, kettőt, és akkor ez így kialakult, hogy most már minden évben jövünk, nyilván figyeljük a más farsangi futásokat is, vannak is itt más településről is, például páran vannak Kiskörösről és Kecskemétről. A kalocsai földönfutók közül többen is vállalták, hogy néhány hét múlva rajthoz állnak egy futóversenyen. Április 7-én lesz a Kikelet félmaraton Baján, és ez most már évek óta úgy látom, hogy itt a kalocsai futóknak egy ilyen elég jó kis program, tehát most is szerintem 18-an jelentkeztünk, és több futónknak is ez lesz az első félmaratonja, és hát próbálunk ilyen kis edzéstervet is készíteni nekik hozzá, csinálják, igazából azt gondolom mindenki előrébb tart, és nem lesz velük semmi probléma, tehát mindenki egy kicsit tart tőle, de biztos vagyok benne, hogy mindenki simán fogja teljesíteni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híreinkkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Adásainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon a kalocsatv.hu-n. További szép estét, viszontlátásra!